Két, a bajnokságban még hibátlan együttes lépett pályára az MTK csarnokában, és a mérkőzésen egyértelműen a hazaiak akarata érvényesült. Az első negyedet 13 ponttal nyerték a fővárosiak, akik a második 10 percben újabb 7 ponttal növelték előnyüket. A második fél időben sem változott a játékképe, a különbség tovább nőtt a két csapat között, a házigazda végül 32 ponttal bizonyult jobbnak a több játékosát nélkülöző nyíregyháziaknál. Hat olyan játékosunk volt, aki ezen a csapat ellen pályára küldhető. Sajnos a MEFA mérkőzéseken sorra sérültek a játékosaink. Ugye egy héten belül volt olyan, aki a harmadik mérkőzését játszott, és ez mind a három utazós mérkőzés volt. Tehát itt ugye csak az volt a kérdés, hogy milyen különbségű lesz végül is a vereség. Sajnos még ez sem úgy alakult, hogy mi szerettük volna, tehát attól sokkal keményebb ellenállásba ütköztünk. Úgy a játékvezetés is, mint a játékosok részéről. Egy olyan agresszív, és néha én azt mondom, hogy durva játékot produkált ez az MTK, ami a mi képességeinket meghaladta. Sajnos így alakult a mérkőzés, tanulnunk kell a hibáinkból, és a következő mérkőzésre fel kell készülnünk úgy, hogy ezek a hibák ne történjenek meg még egyszer. A nyíregyházi kosársuli a következő fordulóban szombaton az eddig mindössze egy győzelmet szerző Kislenke kosársuli csapatát fogadja. Meg is próbáljuk mindenféleképpen a fiataloknak sok játék lehetőséget adni, főleg azért ugye, hogyha ilyen szituációba kerülünk a következő mérkőzéseken, akkor ne érje őket váratlanul az, hogy akár 10-15 percet is pályán kell tölteniük. Bízunk benne, hogy ez a két mérkőzés után a DVTK jön, hogy a DVTK sikerült hazai pályán is megverni. Szerintem ez hazai pályán sem okozhat majd gondot és problémát, meglátjuk. De mindenféleképpen azon vagyunk, hogy a következő hét mérkőzésünk is győzelemmel teljen el. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportját az MTK Budapest vezeti 7 győzelemmel, megelőzve a 7-1-es mutatóval álló nyíregyházi kosársulit.